Hello, sziasztok! Egy gondolat jár a fejemben, hogy van ez a kérdés, hogy akusztikus test, és hogy mi ez igazából. És sokan fölteszik a kérdést, hogy ez hogyan kapcsolódik a végtelen lényhez, vagy mi a köze ennek a kettőnek egymáshoz. Vagy van-e köze a kettőnek egymáshoz, hogy illetve milyen más testünk, vagy mi az, hogy akusztikus test. És van, hogy mondják azt, hogy van a normális testünk, mármint, hogyha van ilyen, hogy normális igazából. A kérdés az, hogy milyen térből működik a tested. És itt jön a lényeges rész, hogy a testednek képessége van különböző terekből működni. És attól függően, hogy milyen térből működik, attól függően képes másképp működni. Tehát az a fajta csoda, amire az emberek vágynak, vagy amiről tudják, hogy lehetséges, az az akusztikus test térből működő állapotában jön össze. És az érdekessége az, hogy mennyire nem használjuk a testet így. Hogy mennyire nem vagyunk úgy, hogy kihoznánk a csodát, azt a maximumot a testből, ami igazán benne van. Tehát van az a, mondjuk azt, hogy vannak ezek a csodálatos gyógyulások, amikor a test akármilyen betegségből 1-2-3 nap alatt, vagy éppen egy 5 perc alatt kigyógyul, és akárhány évig volt az a betegség, akármilyen durva tünetek, és akármit is mondtak az orvosok, és a mai orvoslás szerint ez lehetetlen, mégis képes. De, ha bár csodáljuk a test képességét, de a nagy kérdés, hogy te, mint végtelen lény, hajlandó vagy-e abból a térből működni a testeddel? Tehát képes vagy-e arra, hogy megenged a testednek, hogy mindezt véghez vigye? Vagy pedig úgy tekintesz a testedre, mint mondjuk a tested egy polszki fiát. Tehát, hogy beülök, kicsit szorongok, kicsit éppen, hogy elférek és elvisz valameddig, ha csak nem robban le út közben, és azért nagy távokat nem tervezel vele. És ugye az, hogy mekkora távokat tervezel a testeddel, most lehet, hogy hány évet tervezel, vagy tényleg milyen messzire vagy hajlandó, vagy mersz elmenni az alapján, hogy eddig milyen betegségeid, vagy éppen milyen fizikai állapotban vagy. És persze mondhatod azt, hogy x év után, meg x betegség után már nincsen olyan állapotom, ami... Igen, az állapotom, na, az se normális, tehát, hogy már nem tervezek hosszú távra, vagy messzire. Tehát nyilván ez kor és betegségek függő. Is és nem is. Tehát hajlandó vagy-e felülírni mindazt a valóságot, amiből eddig működtél. Mert a testnek a nagyszerűsége abban áll, hogy ő tényleg hallgat rád. Ha hülyeséget beszélsz hozzá, vagy neki, azt is meghallgatja, tehát nincs nézőpontja, viszont hogyha van jót mondasz neki, azt is meghallgatja, mert arról sincs nézőpontja, és nem csak egy hallgatag testről van szó, hanem a testet képes megvalósítani azt, amiből te működsz. Tehát itt jön az igazi csoda, hogy ő megvalósítja a rosszat is, a jót is. Tehát mennyire vagy hajlandó, úgymond, együttműködni és együtt dolgozni a testeddel, vagy a nagyszerű valóság megvalósítása érdekében. Mennyire vagy hajlandó tényleg egy csodát létrehozni. Olyan csodát, amire mondjuk mások még eddig nem vállalkoztak, vagy csak nagyon ritkán jelent meg, vagy mindenki azt mondja, hogy ez csoda számba megy. És talán ezt már hallottátok, hogy a csoda az egy személyes dolog. Mindenki számára az csoda, ami nagyon-nagyon kívül van az ő elképzelt, vagy komfortzónáján, vagy az ő valóságának a határain. Ami már nagyon messze van a te valóságod határain túl, az számodra csoda, hiszen nem fér bele a valóságodba. És mégis, mi az a valóság a testeddel, mi az a akármilyen betegségedből való meggyógyulás, vagy akármilyen, vagy hogyha sportoló vagy, akkor mik azok a mozdulatok, vagy mi az a könnyedség a testeddel, amire az képes lehet, vagy ha túrázol, vagy bármi, mi az, amire a test képes, vagy mi az amit elhittünk diétáról, mi az, ha nem kell új diétáznod, vagy teljesen más diétára képes a tested, vagy ne is nevezzük diétát, tehát hogy mik azok a gyógyulások, és mi az a gyógyítás, amit a te tested képes, és te képes vagy a testeddel együtt létrehozni. És hát
Csak gondolkodjatok el ezen, hogy mi minden lehetséges, hogyha teret adsz neki. Tehát, hogyha nem úgy tekintesz a testedre, mint egy polszkira, kis polákra, hanem úgy, mint egy Ferrarira. Na, akkor mire képes az a test? Úgyhogy további szép napot, és jó kis gondolkodást ehhez, de mi van, hogyha az éberségedet használod? Úgyhogy, sziasztok!